A környezettudatos technológiák felhasználásával a közintézmények és a vállalkozások jelentősen csökkenthetik az energetikai kiadásaikat. Egy napelemrendszerrel akár teljes egészében, míg egy biomassa vagy brikettkazán beépítésével akár 50-80%-kal is csökkenhet egy intézmény vagy vállalkozás fűtési költsége. Sok színű előadás kínálatunk van a mai napra. Szeretnénk bemutatni egy új konzorciumot, az Energiatek 2020-as konzorciumot, amely az energetikai fejlesztéseket szeretné megalapozni a megyében, mind az önkormányzatok, mind a vállalkozók számára. A legjelentősebb energetikai támogatásokat az önkormányzatok vehetik igénybe, számukra akár 100%-ban vissza nem térítendő források is elérhetők. Az önkormányzatok számára két pályázat várható, a területi és településfejlesztés operatív program keretében lesz kiírva, ami hát remélhetőleg még idén, de mi úgy satszoljuk, hogy inkább januárban lesznek kiírva. Ugye itt az önkormányzatok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok pályázhatnak majd utólagos hőszigetelésre, nyilászáró cserére és megújuló energiaforrásokra. A rendezvényen elhangzott, a jövő évben várhatóan megjelennek majd a lakossági energetikai pályázati lehetőségek is.